Köszöntöm nézőinket, sokak számára bizonyára egy ismerős, nagyon kedves hölgy, Soponyai Mihályné Erzsike a vendégem. Erzsike, segítsen nekem az adás elején, én kissé gondba vagyok az önbemutatásánál, gyógypedagógus, de mellette rengeteg mindent felsorolhatnék. Minek vallja, minek tartja önmagát, hogyan mutatnám be saját magát? Én pedagógus vagyok, és úgy gondolom, hogy egy faluba egy pedagógus meghatározó egyéniség, és mindent a gyerekekért teszek, és az egész életem arról szól, hogy pluszba, tehát a munkám mellett még a szabadidőben mennyit tevékenykedek a gyerekekért. Fadról beszélünk most jelen esetben, és hát Faddon volt a gyerekkor is, ugye nem tévedek ezzel. Azt mondta nekem, hogy ez a karitatív eszme, ez a ténykedés, ez már nagyon-nagyon korán eldőlt, és tulajdonképpen már egész pici gyerekként érezte, hogy ez az egész életét meghatározza. Hogyan emlékszik erre? Igen, én mint kisgyereknek is örökké ilyen örökmozgó gyerek voltam, de nagyon szerettem segíteni. Tehát a segítő szándékot otthonról hoztam a szüleimtől, de mindenkinek szerettem segíteni. És most, ahogy úgy visszapörgettem az életemet, nagyon érdekes volt, hogy én mindig egyedül jártam óvodába. Szüleim dolgoztak, egyedül kellett menjek, és amikor jöttem hazafele, a falunkban élt egy fogyatékos ember, aki nem tudott beszélni, tehát egy siket néma volt. Én mindig megfogtam a kezeit, és haza sétáltam vele, ahol mi lakunk, bementem a lakásunkba, és mindig úgy gondoltam, hogy ez biztosan nagyon éhes lehet szegény, mert ez olyan kis szegényke, és mindig vittem ki neki ennivalót. És nagyon érdekes, hogy az ember, ha most, mint felnőtt ezt visszapörgeti, nem véletlenül lettem gyógypedagógus. Mi vezetett a gyógypedagógusi pályáig? Tehát mi volt előtte? Az általános iskolák, középiskolák mennyire mutatták már ezt az érdeklődést? Hát az általános iskolát azt Faddon végeztem, utána rögtön elkezdtem dolgozni, mivel szüleim nagyon szegények voltak, így tanítatásra úgy volt lehetőségem, hogy munka mellett rögtön elkezdtem a gimnáziumot, itt a Garai gimnáziumban végeztem levelezőn, és közben dolgoztam. Hol dolgozott? Tolnán dolgoztam a selyemgyárban, nagyon aranyos emberek élnek ott, segítőkészek. Jó volt azt érezni egy munkahelyi közösségbe, hogy nagyon szeretnek engem, és szeretik azt, ha többet teszel. És ez a többlet tevésért soha senki nem haragudott, hanem mindig segítettek, és nagyon jól éreztem magam ott. Közben férjhez mentem, és Faddon éltem egyébként, a férjem is faddi, és közben elkezdtem a főiskolát, és óvónőképzőt, elvégeztem az óvónőképzőt Kecskeméten, és utána szükség volt Faddon egy gyógypedagógusra, akkor még nem volt végzett gyógypedagógus, és az akkori igazgató megkért engem, hogy el tudnám-e végezni, és én nagyon-nagyon örültem neki. Azóta 25 éve vagyok gyógypedagógus, és fantasztikusan jól érzem magam a munkahelyemen, aranyosak a gyerekek, és tehát nem csak arról szól az életem, hogy letanítom a napi X órámat, hanem utána bármit tehetek, amit csak szeretnék, és mindent a gyerekekért tehetem, és ez nagyon jó. Nagyon sok mindent vehetnénk itt még végig. Mik azok a szervezetek, mik azok a kapcsolódási pontok, amelyek megvannak az életben, és amelyek még önnek számos egyéb más lehetőséget is adtak arra, hogy gyerekekkel foglalkozzon, hogy segítsen? Hát nálunk Faddon még most is van úttörő mozgalom. Tehát én 69 óta tevékenykedem az úttörő mozgalomban, mert én úgy gondolom, hogy ez egy pluszt ad a gyereknek. Egy olyan pluszt, amivel elvisszük a gyereket kirándulni, színházba megyünk, tátika programot szervezünk számukra, ahol különböző versenyeket, vetélkedőket, tehát nem politizálunk, hanem dolgozunk, tesszük a dolgunkat. Egyszer az úttörőnél, akkor nagyon-nagyon szeretek a Vöröskeresztnél tevékenykedni, mert
hagynak dolgozni, tehát örülnek annak, hogy ha kell élelmiszer gyűjtök, ha kell ruhát gyűjtök, ha kell, akkor beteg gyerekeknek pénzt gyűjtök arra, hogy könnyebben tudjanak meggyógyulni, vagy a gyógyuláshoz járó különböző gyógyszereket meg tudja a szülő vásárolni. És én úgy gondolom, hogy nagyon mindent megtehetek a Vöröskeresztnél. Akkor a szakszervezeti titkár is voltam 15 évig, tehát a felnőttekért is tehettem. A faluban is nagyon örülnek, ha tevékenykedem, akár a kihívás napját, vagy bármiféle tevékenységet végezhetek. Egyszerűen hagynak dolgozni, és ez egy csuda jó dolog. A család hogyan fogadja azt, hogy anyuka egyszerre több száz gyerekre, nem tudom hány felnőttre, és a falu egyéb gondjára, bajára figyel még az otthon mellett? Hát én nagyon szerencsés vagyok. Nekem van egy ugyanilyen beállítódásom, mint én vagyok, a férjem ugyanúgy szereti a gyerekeket, ő is pedagógus. Van két csodálatos gyerekem, a lányom az már pedagógus, bár most gyesen van, mert szült egy kis unokát, egy nagyon szép kis babát, van egy nagyon jó férje, tehát a család engem hagy dolgozni, és nem hogy hagy, hanem velem együtt dolgozik. Amíg a lányom dolgozott, addig kipróbáltuk azt, hogy az értelmi fogyatékos és az épp gyerekek hogyan tudnak együtt dolgozni. Hát nagyon nagyszerű volt tavaly, ő az épp gyerekekkel dolgozik, én az épp, tehát a fogyatékosokkal, és együtt dolgoztunk. Nagyon fantasztikus volt együtt dolgozni, és országos versenyt nyertünk így együtt a gyerekekkel. Tehát a fogyatékos és az épp gyerekek közösen. Nem is tudom, hogy az ön esetében kérdezhetek-e olyat, hogy mit szokott csinálni, amikor kikapcsolódik, amikor pihen. Hát van ilyen egyáltalán? Igen, én nagyon szeretem az agykontrollt, és ez egy csodálatos dolog. Fantasztikus emberekkel találkozom. Tehát ha felmegyek Pestre egy-két napra, most is fogok menni az őszi szünetbe, csodálatos az, amikor olyan emberek vesznek körül, akik segítenek, segítőkészek, és olyanok, mint te vagy. Tehát nem irigyek, hanem segítenek, és ez egy csoda jó dolog. Tehát talán ez is lehet a kikapcsolódásom egyik. A másik pedig nagyon-nagyon szeretek, tényleg nagyon, nekem a gyerek az a kikapcsolódásom, tehát nagyon szeretem a szabadidős foglalkozásokat tartani, és olyan érdekes, hogy mindig megtalálnak azok az emberek, akik felkérnek, hogy vezessek le egy szabadidős foglalkozást, akár legyen az előadás, mondjuk Faddi Duna, környezetvédelme, élővilága, vagy játszóházakat, hát azokat imádok tartani. Imádok arcot festeni, gyöngyöt fűzni, vagyis nem csak, hogy én imádom ezt, hanem megtanítani a gyerekeket, hogy ez milyen jó dolog. Minden szabadidős foglalkozást nagyon szívesen teszek, és ez egy csuda jó dolog. Az, hogy egy mindenhez ért, az egy tehetség, vagy egyszerűen, ugye, most mondhatnám példának az arcfestést, ami Igen. most nagyon-nagyon divatos, Igen. a kor követelményének megfelelve Igen. mindig képezi magát. Igen. Igen, állandóan képezem magam. Most is üvegfestő tanfolyamra jártam, ott olyan, tehát mert most az arcfestés és az üvegfestés az, ami hát nagyon fontos, és hát elvégzem. Hát én úgy gondolom, hogy ha a gyereknek mindig a legjobbat szeretném adni, akkor ezt nem kell elfelejteni, hogy azt kell megtanulni. Ugye mai világunkban nagyon sokat hallunk arról, hogy a pénz, a pénz, a pénz. Tehát amikor ön kitalálja ezeket a dolgokat, és mondjuk akár egy kis faluban, mint Fad, igyekszik megvalósítani, akkor hát önnek sikerül, azt kell, hogy mondjam. De sokszor hallunk olyat, hogy az a válasz, hogy mindezt azért nem lehet, mert nincsen rá pénz. De hát van, aki, most akkor önöknél van pénz, kérdezhetném így is. Hát természetesen, hogy nálunk sincs pénz, mert miért lenne. De annyi lehetőség van, ahonnan kapunk pénzt.
rengeteg pályázat van. Annyi pályázat jelenik meg naponta, hogy el sem tudom mondani, hogy milyen sok, és én minden pályázatot megpályázok, tehát egyszer, ahonnan pénzt tudok begyűjteni. Nagyon fontosnak tartom, mondjuk egy napi programot elmondanék, mondjuk egy mesemondó versenyt, egy cigánytánc versenyt, ha szervezek, hogy az hogyan tevődik össze. Megírom a pályázatot. Megírom, hogy én mit szeretnék. Nagyon örülök neki, mert mindig segítő kezeket, mindig nyerek vele. Ezt hallottam önről, hogy ön állandó pályázó és mindig nyer. Azért elárulom, azért van, amikor nem nyerek, de általában nyerni szoktam. Na most megnyerem a pénzt, az csak egy összeg. A pénzt meghirdettem a versenyt, elküldöm a leveleket, megvásárolom az ajándékokat, megrendelem a gyerekek számára az ebédet, ha szabadidős foglalkozást tervezek, akkor a szabadidős foglalkozások úgy szervezem meg, hogy tökéletes legyen, felkérem a zsűrit, megtartjuk a versenyt, a gyerekek ragyognak, mert fantasztikusak, nagyon élvezik ezeket a programokat, és minden gyerek kap ajándékot. Tehát én mindig úgy gondolom, hogy kiteszem az ajándékokat, és azt válassza ki, aminek számára a legfontosabb. Utána együtt elmegyünk ebédelni, kapnak egy sütikét, és tavaly például hattyút etettünk a Faddi Dunán, mert rengeteg hattyú van, vagy utána szabadidős foglalkozást, itt arcot festek, üveget festhetnek, gyöngyöt fűzhetnek, gipszet festhetnek, és mindent, és így tevődik össze egy nap, és ehhez pályázati pénzen. Megnyerem. És az idén nagyon örülök neki, mert nem csak magamnak nyerek. Rájöttem, hogy ezt sem magamnak nyertem, hanem mondjuk 66 gyerek volt a mostani versenyemen is, hanem segítek másoknak. Például a cigány kisebbségi önkormányzatnak segítettem augusztusban 1.100.000 forintot nyertek, mint hát a program, tehát egy fásítási programra. Akkor gyerekeknek segítek személyesen. 35 tanulót terjesztettünk fel a Cinka Panna ösztöndíjra, úgyhogy egyesével segítettem, és mind a 35 gyerek megnyerte. Tehát nem csak én nyerek, hanem akiket nyerési lehetőséghez juttatok, azok is nyernek. Rengeteg, ami megjelenik, ha rajzpályázat, az biztos, hogy beküldöm a gyerekek munkáit, és most is 3 gyerekem megyei helyezett lesz, a jövő héten megyünk eredmény. Tehát fognak valamilyen eredményt elérni, nem tudom, hogy mi, csak megkapták a meghívókat. Tehát nem csak én magam, hanem a környezetemnek is segítek nyerni, és ez egy jó dolog. Én attól nem leszek szegényebb, hogyha nekik mondjuk 30, illetve 60 ezer forinttal segítem a családi költségvetésüket. Honnan van erre energia? Honnan lehet erre mindig frissességet, mindig intuíciót, mindig egyáltalán ötletet nyerni? Miből? Hát egyszer örököltem, tehát a szüleim voltak ilyen fantasztikus energiával megáldott emberek, és a másik az, hogy nálunk az nem okoz gondot, ha én éjjel 2-kor mondjuk nem tudok aludni, és fogom magam, és nem megyek a nappaliba, bekapcsolom az internetet, ott egy kicsit logok a világhálón, vagy bármit tehetek, tehát a férjem nem, nagyon szerencsés vagyok, mert fantasztikus férjem van, aki nem, soha nem fogja vissza. Soha nem. Vagyis még nem éreztem idáig. Tehát egyszer mindenki, én úgy érzem, hogy mindenki segít, tehát a férjem is segít, segítenek a közösség is, ahol tevékenykedem. Na, van, amikor természetesen azzal, hogy visszahúznak, de hát ez egy csoda jó dolog, mert amikor az embert visszahúzzák, akkor kétszer akkora energiával húz előre, és ez pont az ellenkezőjét lehet elérni. De nagyon szeretnek a faluba bennünket, ránk bízzák a gyerekeiket, mindenhova elvihetjük, olyan veszélyes helyekre, mint a rámszakadék. Simán vihettük a férjemmel ketten a 45 gyereket,
és csak meg se fordult a szülőnek a fejébe, hogy valami történhet. Táborozni visszük a gyerekeket 69 óta rendszeresen, sátortáborba és Balatonszepezdre, de voltunk Zánkán, Csillebécen, tehát az országban mindenhol táborozunk. És az is olyan, hogy nem fizetik meg, tehát itt nem a pénz a legfontosabb, hanem azt, hogy szeresd, amit csinálsz. Gondolom, rengeteg köszönömöt kapnak szülőktől, kollégáktól, és hát a város, jobban mondva, a település vezetőségétől, de mik voltak még azok a köszönömök, azok az elismerések, amelyek úgy jól estek? Nekem nagyon szerencsés vagyok, tényleg nagyon szerencsésnek mondhatom magam, mert ahol tevékenykedem, mindenhol elismerték a munkámat. A rendőrségnél ott is ilyen levelezős versenyt tartok a gyerekeknek. Hát fantasztikus volt, amikor Tolna megyéből egy szempedagógust vittek fel Budapestre, ebből a csodálatos üvegpalotába, és ott kaptam egy kis, hát egy ajándékot. Akkor csodálatos érzés volt az, amikor a Tolna megyei Vöröskeresztnél is tevékenykedem már vagy 25 éve, felterjesztett, abban az évben alapították az Aranyemlék medáldíjat pedagógusoknak, és elsőnek kaptam meg az országban, az elsők között. És ez egy csoda jó dolog volt. Akkor a faluban a polgármesteri hivatal Faddért kitüntető díjat alapított 4 éve, én másodiknak kaptam meg, tehát az első évben egy 80-valahány éves tanítónő, én másodikként kaptam meg ezt a nagyon szép díjat, amihez kaptam 100 000 forint pénz összeget, amit rögtön felajánlottam a Faddi Gyerekekért Alapítványnak, hogy a gyerekeknek a szabadidős programjaihoz használhatták fel, tehát táborozásra. Akkor úttörőnél, hát nagyon örülök neki, hogy végül is nálunk Faddon nem szűnt meg az úttörő. Nem politizálunk a gyerekkel, hanem visszük kirándulni, programokat szervezünk, és a nyáron kaptam meg Gyurcsány Ferenc miniszter úrtól a gyermekekért érdemérmet, ami a legmagasabb gyermekek kért járó munkáért adható kitüntetés. Tehát úgy érzem, hogy a pluszt, amit teszek, azt mindenhol a világon elismerik. Tehát megköszönik. Tehát nem csak köszönömmel, hanem hát ez már biztosan a korral is jár, hogy már mindenhol 20 éve már, hogy tevékenykedem, és úgy látom, hogy tényleg örülök neki, hogy megköszönik a munkámat. Meddig lehet ezt csinálni? Hát addig, amíg meg nem halok. Egyszerű és rövid válasz. Igen. A gyerekeken kívül, a gyerekközösségen kívül vannak-e azért barátok? Vannak-e olyan társaság, akikkel még esetleg sikerül feltöltődni, akiktől sikerül esetleg tanácsot kapni, akik éppen óvják, vagy kicsit visszafogják, amiről már beszéltünk? Van-e baráti köre? Nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon sok jó barát. Nagyon sok jó barátom van, jó barátok vesznek körül, és nem meghatározott jó barátok, hogy csak pedagógusok, tehát csak az iskolából, hanem akárhogy is nézzük, tehát a nagyvilágból, tehát külföldtől kezdve Magyarországig mindenhol vannak. Nagyon sok barátunk van, és legyen az tényleg takarítónőtől kezdve a bíróságon dolgozó bírónőig, mindenki megfordul nálunk, és mi is náluk. Nagy társasági események vannak? Nem, hanem mindig úgy van, hogy barátokat hívunk meg. Ők is visszahívnak bennünket. Tehát van, amikor nagy társasági események, mondjuk névnap, általában akkor sok barátunk eljön, mindenki megköszönt bennünket, de tudod, barátokkal úgy lehet igazán beszélgetni, hogyha ha kisebb társaságban vagyunk. És fontosabbak leülünk. Ezek a személyesebb történések, a személyesebb kapcsolatok ezek szerint? Nagyon fontos. Szerintem a világon a legfontosabb, hogyha
ha egymással le tudunk ülni, és barátként beszélgetni, segítő szándékkal, és ha én úgy veszem észre, hogyha egy nagy társaság ül le, akkor ott már valakinek a bántása, aki pont nincs ott, azt gyorsan hamar kikezdjük, és ez egy csuda jó, hogy nem ilyen folyik nálunk, hanem még azt se tudják például, hogy én hol dolgozom sokszor, hanem összeismerkedünk egy természetgyógyász találkozón, vagy bárhol, és soha nem bántjuk a másikat, és ez egy csoda jó dolog, az, hogy segítünk. És tudod, nem csak, hogy akkor egy dologba segít, akkor én visszasegítem, akkor olyan érdekes, hogy például a karitatív munka az a segítő szándék, hogy én nagyon szerettem volna egy agydaganatos fiúnak segíteni, akkor a barátnőm, ő tudta, hogy hova kell telefonálni, ő azt tudta, hogy hol van az az alapítvány, ahova kell írni, akkor én oda telefonáltam, ott kaptam egy másik telefonszámot, ahol szintén ilyen baráti gondolkodású ember volt, és ingyenesen megkapta a fiú a gyógyszert, és ez egy csuda jó dolog. De ezek hogy jönnek, hogy az ember hall valamit, és akkor rögtön bekattan az agy, és ezt el kell intéznem, ezt oda kell, hogy érjen, ennek meg kell valósulnia, ez hogy működik? Számomra ez egyszerűen hihetetlen. Ezt tudod, ez belülről jön. Tehát egyszerűen érzed azt, hogy vannak emberek, akiken segíteni kell. De rengeteg ilyen ember van, valljuk be őszintén, rengeteg. Én nem tudom, hozzám mindig azok jönnek, akikkel tudok segíteni. És olyan csodálatos volt, nem hoztam el a levelet, de gondolkodtam rajta, hogy elhozom, hogy tudod, nem lehet pénzzel kifizetni annak az anyukának a levelét, aki írja, hogy Erzsike, nagyon szépen köszönöm, hogy segítettél, a Gergőkének már a daganata láthatólag megy össze, az orvosok sem tudják, hogy miért, és nagyon köszönöm, és tudom, hogy meg fog gyógyulni, és nagyon hálás vagyok, hogy segítettél. Tudod, egy levél is egyszerűen elég ahhoz, hogy egy picit, ha esetleg mély ponton vagy, akkor kizökkentsen, és csoda jó dolog segíteni. A különböző kitüntetéseken, elismeréseken túl van-e olyan pillanata az emlékek között, egy olyan fajta elismerés, ami akár egy levélhez hasonló, vagy lehet, hogy éppen ez a levél az, amikor azt érezte, hogy igen, ezért érdemes, és ezért fogom csinálni, ahogy említette, amíg élek. De nekem az egész életem erről szól, tehát mindig valamilyen visszajelzést kapok. Tudod, az is visszajelzés, ha ragyog a gyerek szeme, és akkor látod, hogy olyan kis rossz csont, de ragyog, és szeret, és odabújik, és mondja, hogy hát milyen nagyon szeret engem. Tudod, rengeteg szeretetet kapok így a gyerekektől. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a gyerek az nagyon szerencsés ez a pálya, ahol én dolgozom. Nem hiszem, hogy ez csak a pályán múlik. Önnel beszélgetve az az érzésem, hogy a világ az csodaszép. Pedig hát valljuk be őszintén, nem. De igen, csak meg kell találni azt, hogy szép legyen. Tudod, azt, hogy mondjuk, hogy boldog akar lenni az ember, hát legyél boldog. Ez csak rajtad múlik, ez senkin máson nem. Senkin, hidd el. Mert mindig megtalálod azokat az embereket, akikkel szívesen barátkozol, szívesen beszélgetsz. Ha szeretettel csinálod, amit csinálsz, akkor hidd el, hogy ilyen a világ. Tehát én úgy tanítok, hogy egy csepp mézzel több legyet lehet fogni, mint egy liter ecettel. Nem? És az egész életem erről szól, hogy nagyon szeretek tevékenykedni, és jól érzem magam a bőrömbe. Tehát végül is ez azért rózsaszín nekem, mert jól érzem magam így, ahogy vagyok. És ez egy jó dolog. Erzsike, a beszélgetés végén nagyon-nagyon sok önhöz hasonló Erzsikét kívánok Tolna megyének, Magyarországnak, de az egész világnak. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, a nézőknek a figyelmet köszönöm, megtartsanak velünk a legközelebb is, viszontlátásra!